6 évig Parádfürdőn, majd 2 éve Parácsosváron várja minden nap a kézműves magyar termékek iránt érdeklődőket a Palóc piac. Az elmúlt hétvégén kikelet havi vásárral ünnepelték meg az 1848-as szabadságharci évfordulóját. Ebből az alkalommal Mónus József, a világ és Európa bajnok többszörös csúcstartó tradicionális távlövő íjjeszt hívták meg, hogy a kastélyhotel tornyából lőjön, ezzel emlékezve a szabadságharc hőseire. Az ötlet az már régi, korábbi rendezvényeimre is meghívtam őt, de akkor nem találtunk megfelelő olyan közeget, terepet, ahol meg tudtuk volna valósítani. Szerencsére itt a kastélyhotel igazgatója azonnal örömmel fogadta az elképzelésünket. A lövés a szabadságért eseményt nagy érdeklődés övezte, hiszen Mónus Józsefnek nem ez az első esete, hogy toronyból, bástyából lő. 2017. augusztusában az Egri várból célzott. Az IS mostanáig 25 világrekordot, világ és Európa bajnoki címeket tudhat magáinak. Legnagyobb lövése tavaly volt az Egyesült Államokban, amikor sikerült a 897 méteres távot teljesítenie. Szombaton viszont a parácsosvári kastélytoronyból vette célbe a légvonalban 120-130 méterre lévő közel egy négyzetméteres kijelölt területet. Fel akarom hívni a világ figyelmét a magyarságunkra, a zászlónk becsületére. Bízok benne abban, hogy ezek az emberek, akik látják ezt a lövést, vagy gyerekek, nagyon-nagyon sokáig nem fogják ezt elfelejteni, és megérzik azt, meg tudják azt, hogy az annak idején, amikor ez a fegyver volt tényleg a nemzetünknek az egyik fő fegyvere, az íjunk, hogy mire voltak képesek ezek a lövők. Ezt szeretném, ezt a hangulatot a múlt tiszteletére akarom felidézni most itt. Az előkészületek után a toronyból célzott és lőtt. A harmadik nyilvessző találta el először a célt. Ezután majd 20 nyilvesszőt lőtt még, többségük célba talált.